A tavalyi év végén kifutott volna, de a kormány két évvel meghosszabbította a falusi csok támogatás igényelhetőségének idejét. Az elemzők szerint így gyakorlatilag magasabb összegű lakástámogatást kaphatnak azok, akik falusi csokos településsel választanak maguknak otthont, és hogyha használt lakást választanak, akkor is megkapják az új házra vonatkozó kedvezményeket. A falusi csok egy olyan támog, lakástámogatási forma, amely egyszerre, arra, egyszerre ösztönzi arra az embereket, hogy olyan településre költözzenek, ami demográfiailag ö, hátrányos helyzetben van, tehát folyamatosan fogyatkozik a népesség, és a meglévő ingatlan állománya pedig valamilyen szinten megújulni, meg, meg tudjon újulni az oda költöző fiatal családoknak köszönhetően. Ez technikailag úgy ö, lehetséges, hogy az, aki használt lakást vásárol a falusi csok keretében, az megkapja az új lakásra, vagy az új házra vonatkozó kedvezményeket is, ezek vissza nem térítendő támogatások, ami három gyermekkel való költözés, vagy három gyermek vállalása esetén akár 10 millió forint is lehet, de ennek a magasabb összegnek a felét az ingatlan korszerűsítésére vagy bővítésére kell fordítani. Ez pedig egyben a falusi csokot a jelenleg elérhető legnagyobb lakásfelújítási támogatássá is emeli, mivel a korábbi lakásfelújítással kapcsolatos támogatások a tavalyi év végén nem kerültek meg meghosszabbításra. Az idei januári adatok alapján az látszik, hogy növekedett a csokos ingatlanok iránti kereslet a tavalyi 17 ról 19 ra Vagyis a fővároson kívül eladott használt ingatlanok csak nem ötöde falusi csokos ingatlan volt. Az ingatlan.com vezető elemzője azt mondta, jelentős a különbség a falusi csokos és nem falusi csokos települések négyzetméter árai között. Az előbbieknél 232 ezer, utóbbiaknál 521 1000 forintos országos négyzetméter árakkal lehet számolni. Ha megnézzük, hogy országos szinten a fővároson kívül átlagosan mennyibe kerülnek a csokos és nem csokos használt ingatlanok, akkor pedig azt kapjuk, hogy januárban a falusi csokos településeken eladásra kínált lakások átlagára 26 millió forint volt, míg országos átlagban a nem falusi csokos ingatlanok 40,8 millió forintba kerültek. szabolcs szatmár vármegyében a falusi csokos lakóingatlanok ingatlanok átlagára 15,5 millió forint, a nem falusi csokosoké pedig 37,9 millió forint. Minél közelebb van egy település, a pármegye székhelyhez, Nyíregyháza az annál magasabbak a négyzetméter árak. A legnagyobb kínálattal rendelkező falusi csokos települések közül Kótajon, Kemercsén, Nyírbogáton és Záhonyban az átlagos négyzetméter ár 162 és 283 ezer forintos négyzetméter árat tett ki átlagosan. A szakértő hozzátette, szabolcs szatmár Bereg vármegyében jelenleg több mint 600 falusi csokos ingatlan érhető el a piacon.